Egy napra újra élettel telt meg a füleki vasútállomás, mert egy kultikus nohab külön vonat érkezett Fülekre. A szervezők szerették volna bemutatni a vonatkocsik sokszínűségét, illetve olyan vasútvonalat megcélozni, ahol ritkán vagy nagyon régen közlekedett személyvonat. Az öt kocsi szerelvényt a MÁV M61 sorozatú nohab dízelmozdony vontatta. A vonatnak a két végén található olyan hálókocsi, ami az 1950-es években készült és kormányzati flottának volt a tagja, ahol szalonkocsik, hálókocsik, étkezőkocsik voltak, közlekedtek a kormányfők delegációknak az utaztatására, és próbáltuk így összefűzni azzal, hogy nohab vontatással jöttünk, aminek ugye megint elég nagy kultúrája van a környéken, illetve a hazánkban. A szerelvény Budapestről indult, és Gödöllő 60 Salgótarján Somoskőújfalu érintésével érkezett Fülekre. A nohab dízelmozdonyból Magyarországon már csak 6 darab van, és főként nosztalgia utakra használják. Nagyon érdekes volt, hogy nyugati mozdonyokat behozhattak ebbe a szocialista blokkba, és nagyon-nagyon kultikus mozdony volt épp ebből kifolyólag, és nagyon-nagyon szerették az emberek és a mozdonyvezetők. A szervezők ezzel is szerették volna felhívni a figyelmet a környezettudatos közlekedésre. Környezetbarátabb, mint a közúti közlekedés, akár a személygépkocsit, akár az autóbusz tekintve. Lényegesen nagyobb létszámot tudunk mozgatni, nagyobb távolságra, sokkal kényelmesebben, ugye tudunk olyan fedélzeti szolgáltatást biztosítani, amit például személygépkocsiba vagy autóbuszon nem. A vonat bő 5 órát állt az állomáson, ez idő alatt az utazóközönségnek alkalma volt felfedezni a várost. Ez egy kuriózum volt régen, amikor Somosból ugye ide át lehetett járni vonatokkal, most viszont már nem lehet, úgyhogy azonnal jöttünk, ahogy tudtuk, hogy lesz ilyen. És itt Füleken mit néztek már a várat voltunk, Kapásból ugye, városházát, ilyeneket, környékbeli boltokba vesz az ember ilyenkor olyan dolgokat, amiket mondjuk a saját országában nem kap.